az FCK Kft. Többségi üzlet részének értékesítésére pályázat kiírása, megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Karnics Miklós tanácsnok úr. A Ajkaváros a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Köszönöm. Van-e kérdés? Igen, három kérdés is van. Rieder András. Köszönöm, polgármester úr. Én szeretném megkérdezni, igazából a harmadik, negyedik napire némileg az összetartozik, hogy ebben az egész rendszerben az utánpótlás nevelés és mondjuk a diáksport az milyen szinten van jelen, vagy mennyiben érinti. Meg ugye tegnap azért részletesen a Humán Bizottság kitárgyalt ezt a napirendi pontot, és ugye akkor még a pályázat kiírás az nem állt rendelkezésre, és láttam ebben a pályázati kiírásban, nem tudom, hogy jól látom, igazából megerősítés vagy száfolást kérek, hogy 90%-át értékesítjük a FC Ajkának, és a 10% az tulajdonképpen egy ilyen vészfékként van bent bizonyos kardinális kérdésekben az egyhangú döntés miatt. Köszönöm. Igen. Meghallgatjuk előbb valamennyi kérdést, hát átfedések vannak. Barát Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugyanez lett volna a kérdésem, hogy milyen garanciákat tudunk érvényesíteni az utánpótlás nevelés kapcsán a tekintetben, hogy a befektető ne csak az MLS szabályozás által meghatározott utánpótlás csapatokat tudja a jövőben finanszírozni, hanem lesz-e finanszírozás az utánpótlás csapatok mindegyikére ebben az esetben, illetve szétválasztjuk-e az MB2 többen szereplő felnőtt csapatot az utánpótlástól, és ha igen, akkor ezt milyen konstrukcióval, mert hogyha ezt szétválasztjuk, akkor az önkormányzatnak valószínűsítem, hogyha nem is ekkora nagyságrendű pénzeszközzel, de valamennyivel majd támogatnia kell a futball tömegsport jellegét a városban, és ez mindenféleképpen az én részemről támogatandó lenne. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sándor Balázs képviselő úr. Köszönöm. Nekem a kérdésem arra vonatkozni, hogy az előterjesztés szerint a pályázónak kötelezettséget kell vállalni a évi 60 millió forint plusz száfa bérleti díj megfizetésére az ingatlanok használata tekintetében. Ez a 60 millió forint, ez minek a megállapítás, vagy ez hogy került megállapításra? Köszönöm. Hát megkérném először főjegyző urat, hogy a kérdések egy részére válaszoljon, amit a üzletrész, aztán a tevékenység, a többire majd én. Tisztelt képviselőtestület, valóban, ahogy elhangzott, a 90% kerülne értékesítésre, és a társaságnak a társasági szerződésében majd lesznek olyan döntések, amihez egyhangú döntés szükséges, tehát a látszólag kevésnek tűnő 10% is elégséges lesz ahhoz, hogy a labdarúgó csapat életét meghatározó kérdések, tehát a névhasználat, a ajkai székhely használat tulajdonképpen hosszú távon meg tudjanak maradni, úgyhogy igazából erről vannak itt garanciális elemek, most ehhez kapcsolódna a legtöbb kérdés, az utánpótlásra vonatkozott, de legjobb tudomásom szerint jelenleg is a futballklub egyesület az, aki az utánpótlás nevelést elsődlegesen végzi, és az MLS részéről általános elvárás, hogy ezt a labdarúgó csapat biztosítsa, és ez úgy fog megvalósulni, hogy a FC Ajka Kft. Egy együttműködési megállapodást fog kötni a futball Klub Ajka Egyesülettel, aminek keretében megtörténik az utánpótlásnak a biztosítása ebben a tekintetben. Úgyhogy jó hébe egyébként. Igen, én is ott folytatom, a főedző úr abba hagyta. Tehát az utánpótlás az független a FC Ajka Kft. Működésétől. Hát úgy célszerű ezt elképzelni, hogy amíg az MLS nem hozta meg ezt a döntését, ez talán egy ilyen 15 évvel ezelőtt történt, addig egyesületi szinten is lehetett versenyezni. De a profi labdarúgásnak egy kitétele, hogy a profi labdarúgást úgy képzelik el, és hát a fejlettebb országokban ez így is van, hogy azt egy gazdasági társaság végezze annak a működtetését, és így akkor már létre kellett hozni az FC Ajka Kft-t. Tehát most lényegében az zajlik, hogy az FC Ajka Kft-t, mint működtető szervezet 90%-át, üzletrészének 90%-át értékesítjük, de az egyéb többi
hogy is mondjam, labdarúgást érintő kérdés, az marad az Egyesületben, és az ettől függetlenül fog működni. Most kétségtelen, hogy az MLS-nek van egy előírása, hogy az NB2-es és az NB1-es labdarúgó csapatoknak kell rendelkezni utánpótlás meghatározott számú és minőségi labdarúgókkal. Erre vonatkozólag majd szerződést kell kötni az új tulajdonossal, hogy a Kft. És az Egyesület ezt a feladatot hogyan fogja ellátni. Lényegében igen, edző úr a többit megválaszolta, ugye 60 millió forintra vonatkozó kérdésedre azt válaszolom, hogy ez a számítás eredménye. Tehát azt tudjuk, hogy a felnőtt labdarúgásnak milyen feltételei vannak, és milyen létesítményeket igényel a működtetése, és ennek a működtetésének a költségeit állítottuk össze, és ez 60 millió forint plusz áfára jön ki, és hát ezt kívánjuk így érvényesíteni. Ez nem teljes körű, mert ugye ugyanazokat a pályákat a többi labdarúgó csapat is használja, különösen az utánpótlás, de mások is, hiszen bérbe is adnak területeket, és tudjuk, hogy milyen egyéb létesítmények, milyen személyzet tartozik ehhez, ez ennek a költségét jelenti. Kérdésekre válaszoltunk, a vitát megnyitom, kíván-e valaki szólni? Igen, Fülöp Zoltán, akcióvezető. Köszönöm szépen, polgármester úr! Csak a vélemények között szeretném elmondani azt, hogy ugye pontosan tudjuk az elmúlt időszakból, hogy az egész futballklub működtetése, illetve a foci sport működtetése az a költségvetés jelentősen terhelte. Most megszabadulunk ettől a tehertől, illetve egy komolyabb összeg, 250 millió forint körüli összeg érkezik egyszeri befizetéssel, és kapunk egy évi 60 millió forintos bérleti díjat. Az előttem elmondottak, és a után pótlással és egyéb apró részletekre vonatkozóan a gazdasági bizottsági ülésen mi ezt eléggé kitárgyaltuk, de vannak olyan kérdések, amelyek apró részletekbe rejlenek a hibák, és mindenképpen látni szeretnénk, illetve célszerű végignézni azt a pályázati anyagot majd, ami beérkezik, hogy hol is a vége ennek a történetnek. Összességében ugye a futball megmarad Ajkának, tehát így gyakorlatilag nem sérül ebből a szempontból a lakosság, a futball sportot élvezheti tovább egy más finanszírozási rendszeren keresztül, az utánpótlás ilyen módon akkor szakmailag úgy néz ki, hogy biztosított, tehát ebből a szempontból sérülés nem történik, ingatlan vagyunk nem adunk el, az megmarad a városnak, azt bérbe adjuk. Én nekem egyetlen egy kérdésem van, bocsánat, hogy nem a kérdéseknél tettem fel, hogy ez a 250 millió forint, ez hogyan jött ki? Hogy van-e valami viszonyítási alapunk, mi a gyakorlat, mert itt vannak különböző nemzetközi felértékelési számok, játékosok vonatkozásában, csapatok vonatkozásában, amelyek jelentősen eltérnek ettől a 250 millió forinttól. Tehát hogyan alakult ez ki, hogy jött az alkú kérdése, mennyire kőbe vésett ez az összeg már, hogyha erről a polgármester néhány gondolatot mondaná. Köszönöm. Igen, tehát a képviselő úr egyébként jól összefoglalta ennek a lényegét. Tehát ugye a labdarúgás, mióta a gazdasági társaság irányítja, azóta pénzügyi szempontból, gazdasági megfontolásból ugyanúgy kezelendő, mint minden más. Tehát például ugye annak idején, amikor a privatizáció megkezdődött Magyarországon, mindenki idegenkedett attól, hogy például az energiacégeket privatizálták. És többek között ezért mi egy nagy mulasztást követtünk el, így utólag ezt nyugodtan mondhatom, mert szerintem az volt, hogy amikor az energiacégeket eladták, attól az energia rendelkezésre áll. Tehát mondjuk a gázszolgáltatót eladták, más lett a tulajdonosa, de a gáz az ugyanúgy biztosított. Ugye nekem volt annak idején egy ilyen törekvésem, hogy a vízművet is értékesíteni kellett volna, mert a víz attól még folyik, hogy más a tulajdonosa, nem az önkormányzat. De ezt az első képviselőtestület, amelyet annak idején hát
alkalmaztunk, vagy amiben én részt vettem, az hát nyugodtan mondhatom, hogy megijedt ettől a lehetőségtől, és nem kívánt vele foglalkozni. Nagy hiba volt így utólag, mert azóta ugye az állam államosította a vízműveket, és egy fillér nélkül elvette tulajdonképpen. Ugye ugyanaz következett be, mint például a tűzoltóság esetében. Ugye a tűzoltóság esetében az utolsó előtti évben mi több mint 100 millió forintért vásároltunk egy magas házak mentésére alkalmas létráskocsit, ez, ha jól emlékszem, 120 millió volt. A következő évben az állam államosította a tűzoltóságot a létráskocsival együtt, úgyhogy hát nem volt egy szerencsés döntés, hogy mi megvettük azt a létráskocsit, csak hát azt megelőzően egy tűz volt az egyik tízemeletesben is. Hát mindenki azon volt, hogy akkor a létrát azt meg kell venni, mert holnap is előfordulhat valami hasonló eset. Tehát itt is erről van szó, hogy tulajdonképpen ez a gazdasági társaság, ez egy gazdasági társaság. Én ezt egy ilyen befektetői célzattal úgy kezelem, hogy mi egy nagyon helyes utat jártunk be, hogy az MB3-ból felfejlesztettünk egy eladó képes csapatot. Ugye az MB3-ban általában nem lehet eladni a csapatokat, ugye ott nem is kell gazdasági, társasági formában működtetni a csapatokat, megyei első osztályt meg pláne nem lehet eladni, de a nullából felhoztunk egy értékesíthető vagyonelemet, és ez a vagyonelem kerül most értékesítésre. Ez a magyar labdarúgásban nem szokás az MB2-ben adni-venni, hát tehát a nyugati országokban ez másképp van. Anglia ilyen szempontból a leginkább élenjáró ország, ott az ötödosztályú csapatokat is értékesítik, de ugye hát nálunk mi messze vagyunk azért az angol labdarúgástól, még akkor is a 37. helyet foglaljuk el a világ ranglistáján. Messze vagyunk, tehát ritka az MB2-ben. Ebben az évben egyébként egy történt, és a korábbi években egyetlen egy sem történt az MB2-ben. Egy történt, a budapesti Honvédot megszerezte egy befektető társaság, és ha ez sikerül, akkor ez lesz a második, hogy úgy mondjam, így az MB2 történetében. És akkor ugye elérkeztem ahhoz, hogy akkor miért 250 millió forint van minimális ár. Tehát azért ez, tehát ilyen értelemben, amit eddig mondtam, az egy általános dolog, és most jön a specialitás. Hát ugye ezt többféleképpen is ki lehet számítani, csak nem biztos, hogy 250 jön ki. Ugye az egyik fajta megközelítésben mi is számoltunk ezzel, tehát ha például mondjuk így a játékos értékeket számítja az ember, akkor is kijön egy érték. Ha azt számítja, hogy milyen kapacitása van, milyen, tehát nem is annyira a jelenlegi kapacitása, hanem milyen, van, igen, a potenciál itt a jó szó, csak van egy angol kifejezés, ami most nem jutott eszembe, az a versenyképességre vonatkozik, hogy mit lehet vele elérni, azzal is ki lehet egy értéket számítani, ez is egyébként valahol ott van, amit most mondtam. És a harmadik pedig talán a leglényegesebb, hogy mert ezek elméleti számítások azért, nyilván tapasztalati adatok alapján, de elméleti számítások. A harmadik tényező pedig, hogy mennyit adnak érte. A piac hogy értékeli. Na most mi is tárgyaltunk a budapesti Honvédot megvásárló tulajdonosi körrel. És másokkal is tárgyaltunk. Tehát nem egy olyan esetről van szó, hogy most a derült égből a villánycsapás megjelent itt egy ember, és akkor azt mondta, hogy akkor ő. Nem erről van szó, hanem ezt mi szorgalmaztuk, mert az helyes felismerés, amit a képviselő úr mondott, hogy egyébként a csapat itt marad, a játék itt marad, csak a tulajdonos változik, mint az előbbi hasonlatomban a víznek az esete. Tehát ez egy követendő példa. És ilyen szempontból szerintem mi helyes úton járunk, és ezeken a tárgyalásokon, amit a leendő befektetőkkel folytattunk, alakult ki, hogy ez egy ilyen 250-es szintet el tud érni.
el tud érni, és annak így gyakorlati hát értéke van. Tehát ez így alakult ki, és azt gondolom, hogy így talán nem a levegőbe, meg nem az elméletbe fogóckodtunk csak, hanem a gyakorlathoz is kötöttük a mi számításainkat. Az elmélet meg a gyakorlat remélem találkozik, és hát mi megszabadulunk egy olyan jelentős tehertől, ami ugye azért nyomta a költségvetésünket, hiszen az látható, hogy az ajkai futballcsapat, az MB2-ben szereplő ajkai futballcsapat az egyetlen olyan, amelyet egy város fönntart. Az összes többinek valamilyen támogatói kör, ami a tulajdonosi körhöz tartozik, az tartja fenn, de hogy egy város maga tartson fenn egy labdarúgó csapatot, ilyen nincs több Magyarországon, ilyen értelemben ez egyedinek tekinthető. De azért Rajka nem egy nagy város, tehát azért a mi költségvetésünk köz egy ilyen fenntartás azért az jelentős terhet ró a városra, és hát ugye vannak, akik csodálkoznak, hogy eddig bírtuk. Hát valóban, hát ez nagyon komoly teljesítmény, mert önmagában nem csak ezt kell nézni, hogy ezt bírtunk, hiszen a mi sporteredményeink messze meghaladják a mi nagyságrendünket. Ugye a mi célkitűzésünk a sportba az most is, ezzel nem változik, hogy mivel mi a magyar városok sorában a második szinten helyezkedünk el, ugye Budapest az egyedi, azt kivehetjük, első szinten mondjuk a megyei városok vannak, a megyei jó városok, mi a második szinten helyezkedünk el, akkor helyes, ha minden sportágban a második szintet célozzuk meg a nemzeti bajnokságokban. Hát ezt a legtöbb helyen, vagy a legtöbb sportágban el is értük. Ugye hát a labdarúgás az itt van előttünk, az így a legnépszerű sport, az már hosszú idő óta ott van. Kézilabdában ugye NB1 B-nek hívják a második osztály, de ott vagyunk. Most sajnos éppen gyengén szerepelünk, mert 16-ból a 14-ek vagyunk. Egyen hátrább vagyunk, mint a fociban, mert ott meg a 13-ak vagyunk. Tehát azért nem vagyunk az élmezőnyben. De úszásban például az úszóklubunk az benne van az első 10 magyarországi úszóklub teljesítményével, tehát az még jobb is ennél. Ugye tekében is sokkal jobbak vagyunk a második osztálynál. A küzdősportokban a város mindig jó volt, és most is jó, ott is elértük ezt a célt. Sokáig a kosárlabdában, különösen a női kosárlabdában, meg a női kézilabdában nem voltak jó eredményünk általában a női sportokban, de a kosárlabdában ezt elértük, mert ott is NB1-B-sek vagyunk, kézilabdában meg NB2-esek. Tehát ott azért még a harmadik osztályban vagyunk, ott még ez nem teljesült. Úgyhogy hát ugye a jégkorong mindegy új sport, meg a vízilabda. A vízilabda benne van a másodikban, ugye ott már felnőtt csapatunk is van. Hát a jégkorongban még nincs felnőtt csapatunk, mert még csak 16 évesek a legmagasabb korosztályban versenyző játékosaink, de három válogatottunk van, és abból az egyik már felnőtt válogatott, pedig csak 16 éves, múlt 17 éves lesz. Tehát abba is ezt tudjuk teljesíteni, sakkban pedig ugye első osztályú csapatunk van, hát az nagyon, nagyon szép. Tehát ha ezeket összesítjük, akkor kiderül, hogy egy Ajka, mint egy kisváros, tulajdonképpen nagyon szép eredményeket ért el, de azért ez sok pénzbe kerül. Aki megnézi a költségvetésünket, ugye a 18 milliárdból, hát olyan 7-800 milliót elvisz a sport. Azért az egy ilyen város esetében ez óriási összeget jelent. Hát most egy kicsit majd úgy fellélegzünk, és remélem, hogy a kézilabda se, meg a kosárlabda se akar fölkerülni az NB1-be, mert akkor újra nehéz terhek várnak ránk. Úgyhogy szerintem... Hát pillanatnyilag lélegzünk fel, igen. Majd meglátod, igen, ez igen. Nem jó sőért polgármester. De a
lélegzés egyébként is egy pillanatműve, tehát nem folyamatosan lélegzünk, hanem levegőt veszünk, aztán egy darabig megint nem veszünk. Megint levegőt veszünk, ugye éppen most hallottam, hogy a világ évvonalában, tehát a víz alatti levegő visszatartás, az abban a világ csak 8 perc. Hát én még emlékszem rá, amikor gyerekkoromban a Bakony-Péteri tóban abban versenyeztünk a társaimmal, hogy ki bír tovább a víz alatt maradni. Hát én azt hiszem 5. lettem, és én csak 2,5 percig tudtam lemaradni. De aki megnyerte akkor, pedig ugye ez a 60-as években volt, az már akkor 4 percig lemaradt. Hát persze nem lett belőle a világbajnok, mert nem is tudom, kiszáradt a tó. De 4 perc akkor az komoly volt. Tehát ugye a sportban ezek az eredmények, ezek nagyon világra szólóak. Hát ki hitte volna, hogy Bob Beamonnak a távolugrás világcsúcsát, ugye akkor 8 méter volt, ugye az majdnem 30 évig volt világcsúcs. Vagy a Brummelnek a magasugró csúcsa, az is 20 évig volt. Vagy a rudugrás, ugye a Duklantis most, ugye a svéd, aztán svéd, ugye, vagy norvég? Igen, a bukka volt előtte, egyszerűen nem tud megállni, állandóan megy fölfelé. Hát, szóval szerintem a közönségnek lassan utána kell menni, nem alulról kéne nézni, hanem felül. Tehát a sport az egy embert fejlesztő tevékenység, arra büszkék lehetünk. De ha még pénzt is tudunk belőle csinálni, akkor szerintem akkor jó úton járunk. Egy kicsit hosszúra nyúlott, de talán nem van. Átment a foci vallatás és sportát. Tehát hol hagytuk abba? Igen, Bújtor Balázs elnök úr. Igen. Köszönöm a szót, polgármester, csak egy gondolat ehhez. Azt gondolom, tényleg most jött el az idő, hogy felelős döntést hozzunk. Egyrésztről tényleg elértük azt a teljesítő képességet és a mi értéket létrehoztunk a fociban, a sportban, és tényleg meghatározó része az MB2-es labdarúgásnak Ajka, hogy ezt így tudjuk finanszírozni, vagy ha nem, akkor viszont ugye nem tudjuk ezt a szintet tovább tartani. Így jön másrésztről az a dolog, hogy ilyenkor jön, hogy tényleg egy befektető bevonása, és azt gondolom, ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy azt az, amit az értéket felépítettük, elvárjuk a leendő befektetőtől, hogy ezt a minimum szintet ő is hozza, és hosszú távon garantálja, hogy a labdarúgás tudjon működni. Ugyanakkor végig az utánpótláson keresztül. Igazából azt gondolom, ez a legfőbb üzenete a dolognak. És tényleg, hogy ezt a focit, amit nagyon szeret a városunk, tényleg ezen a minimum, ezen a szinten meg tudjuk tartani. Igazából csak ennyit szerettem volna. Köszönöm. Igen, tehát a régi időket nem tudjuk visszahozni, amikor az alum meg a bányász egymásnak esett a Sport utcába, és ott 4000 ember püfölte egymást. Ezt nem tudjuk visszahozni, de ugye azért a labdarúgás a világ legnépszerűbb sportága. Nem én mondom, hanem felmérések bizonyítják, sok embert érdekel, de hát kétségtelen egy sok pénzbe kerülő sportág, úgyhogy jobb, ha ezt más működteti, mint mi. Hát több kérdés nincs, vita, lezárom, akkor szavazzuk meg, aki egyetért, akkor kérem, igen, nem. Igen, egyhangulag elfogadtuk.